A magyar bor olyan, mint a magyar barátság, mentől óbb, annál erősebb. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez a Bánkbánból citált szállóige lehetne akár a Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál jelmondata is. Évszázadok bölcsessége és tapasztalata sűrűsödik ebben a két sorban, és a történelmi megállapítás, amely amellett, hogy a jó bor dicsérete, a barátság örökérvényi himnusza is lehetne egyben. És jó érzés kimondani, ez a fesztivál, ez a most már országosan is ismert program ugyanerről szól. A jó borról és a barátságról, hiszen a Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál alkalmat kínál a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi barátok kézfogására, vagyis arra, hogy megéljük a közösséghez való tartozásunkat. Tisztelt hölgyeim és uraim! A múlt és a jövő, a hagyomány és az arra alapozott fejlődés találkozik a kormány által támogatott, a térség gazdasági fellendítését szolgáló MURA programban is. Sokan és sokat gondolkoztunk azon vállalkozókkal, településvezetőkkel, civilekkel közösen, hogy mit jelenthet Nagy-Kanizsa és egész Dél-Zala számára előrelépést, lendületet és újabb sikert. És arra jutottunk, hogy egy meglevő értékeinkre alapozva kell meghatározni jövőnket, terveinket, határozott elképzeléseinket, a kormány nemzeti programmá minősítette és támogatásáról biztosította, így mint egy 80 település fejlesztése kezdődhet meg a közeli jövőben, beleértve erre, ebbe természetesen Nagy-Kanizsát is. És hogy mi köze ennek a borhoz és a Dödölléhez és a közösségépítéshez? Nos, a válasz egyszerű, mert saját értékeinket, kincseinket, felhalmozott tudásunkat akarjuk a jövő szolgálatába állítani, és ezekre alapozva tervezünk biztos jövőt az itt élőknek. Bár nem ide illik, de el kell mondani, azt csak reméljük, hogy az uniós direktívák az élettől elrugaszkodott brüsszeli parancsok ellenében a következő években is lehet majd bontott palacból, vagy éppen kimért nedüket kóstolni egy-egy borfesztiválon. Mert ahogy jogunk volt eldönteni, hogy kikkel akarunk együtt élni, úgy ahhoz is jogunk van, hogy hagyományainkat folytassuk, hogy leülhessünk akár egy pohár bor mellé beszélgetni. Mert ahogy az uborka méretét nem lehet Brüsszelből meghatározni, lám ez a diktátum is megbukott, úgy azt sem lehet megmondani, hogy kiket tartsunk el, kiket képezzünk sok tízmilliárdért, kikre költsünk a magyar családok, a magyar fiatalok, a magyar gazdaság helyett. És persze az sem életszerű, hogy ne vehessük egy zalai gazdától egy jó liter bort. Ti kedves fesztiválozók! Benjamin Franklin azt mondta, a borban bölcsesség van, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok. Éppen ezért ezen a két napon hagyjuk a vizet. Amikor 2004-ben indult, talán elődeink sem gondolták, hogy sikere lesz majd ennek a rendezvénynek, ennek a fesztiválnak. Eltelt jó pár év, és immár itt vagyunk a 13. alkalommal, együtt ünnepelhetünk. Hát a 13-as számról sok mindent tudunk, néhány gondolatot engedjenek azért meg. Ugye, azt szokták mondani a babonások, hogy a 13-as szám az nem szerencsés. A hatalmas szállodákban nincs 13. emelet, nincs 13. szoba. A Forma 1-en nincs 13-as számú autó. Mert hogy az nem hoz szerencsét, sőt, hogy egy fizikus példát is mondjak, az Apollo 13 volt az, amely nem sikeres földreszállást hajtott végre annak idején a Holdon. De elég ennyit a 13-asból. Én úgy gondolom, hogy a mi 13. Bor és Dödölle fesztiválunk sikeres lesz. Jól imádkoztunk mindannyian, hiszen gyönyörű idő fogad bennünket. És természetesen a Dödölle és a bor, amelyről ez a mai nap, a holnapi nap szól. Államtitkár úr is beszélt erről a nagyon ízes étekről. Én egy fontos titkot hadd mondjak el, talán tavaly is említettem, ami tulajdonképpen két titok. Az egyik a Dödölléről szól, a másik pedig a borról. A Dödölléről a titok az, hogy a legjobb dödöllét a Démon nevű krumpliból tudjuk készíteni. Próbálják ki mindenképpen. A második a borról szól,
amit őseink is megmondtak, hogy szőlőből is lehet bor csinálni. Hát itt a mai ünnepen sok finom pirított dödöllét és sok-sok finom bort fogyaszthatunk, kóstolhatunk. Én kívánok mindannyiuknak nagyon szép együttlétet, hiszen ez egy közösségépítő rendezvény, az egyik legnagyobb rendezvénye városunknak, ahol városlakók együtt tölthetik el az óráikat a munkás hétköznapok után.